Ez már mindig így lesz. Mi lenne, ha kitalálnánk valamit? Sikerülnie kell. Ez az egész tiszta költészet. Gondolatrendőrség. Nehogy, olyan jó, ha itt vagy vele. Mindig így vagy kell lennie. Nagyon ügyes volt. Mi lenne, ha kedden találkoznánk? De dögös, az is szép. Szeretném, ha mondjuk. A szívem megszakadt, de nem megy. Talán most kéne oda mennem. Elképzelni se tudom, miért nem jön ide. Az idő, mindig erre... Nem hagyom a hibát. Hát, mégse ide készül hozzá. Most végre megint? Kifejezetten engem néz. Nem tévedhetek ekkorát. Ez a hülye leöntötte magát. Mégiscsak jó kis este. Avaj. Igenis, nagyon csini vagyok. Ez meg mit vigyorog? Jézus, ez nem lehet igaz. Oldalról még jobb. Bízzak benned, azt mondod, bízzak meg benned. A bizalomra rá kell szolgálni, barátom. Na jó, told le magad a bárba. De ha soká jössz, talán már itt se leszek. Szia. A nevem Joshua. Vanessa. Biztos, szűz vagy. Nem nyilvánvaló, hogy szűz vagyok. Számomra nyilvánvaló. Nagyon intuitív vagy. Hát ez már igaz. Vanessa. Nem is Vanessa az igazi neved, ugye? Emily. Valami azt súgja, hogy te is olyan impulzív vagy, mint én. Értem? Talán. De honnan tudjam, hogy nem vagy? Őt? Szűz vagyok, nem jellemző. Ez lesz a helyet. Remek. Mennünk kell. Nem érek rá. Később nem jó? Bobbyról van szó, Sandy küldött. Bocs, mennem kell. Most? Bocsi. Bobby, Sandy vagyok. Koncentrálj a hangomra. Ne hallgass a többi hangra. Azok nem léteznek. Miért nem segítesz neki? Bobby, én vagyok az. Hol vagy? Bobby, nyisd ki! A fenébe! Nyisd már ki! Jól van, bemegyek! Punta del Este, Uruguay, egy évvel később.
terítem a flopot. Nem rossz. Talán igazat mond. Úgy teszek, mintha csatlakoznék. Emelek. Nem tudom, Anna minek jött. Utálja a játékot. Hadd töprengjenek. 2000. Tartom a 2000-et. És emelek 5-öt. Nagy lószart. Jó. 5-öt. 5 volt és még 5. Egyszer 5 és emelek. Megadom. Szerintem nyertem. Gratulálok. Szerencse. Újra meg újra. Lassan már el is hiszem. Elnézést. Egy perc is jövök. Ha megint berúgott Lázarus, esküszöm. Azt mondták, én vagyok az egyetlen ügynök a terepen. Maga az egyetlen. Mi a fene folyik itt? Widman-szindróm? Nem, ez nem a Widman. Valaki figyel. Van fogalma, hogy ki? Nem, nincs. Akkor menjen vissza, kérjen elnézést. 2 hét múlva találkozunk. Hölgyeim! Uraim, sajnos le kell fújnom a mai estét, elnézésüket kérem. Jól érzi magát, Joshua? Nem néz ki jól? Jól vagyok, Rolf, csak egy kicsit leesett a cukrom. Ennyi az egész. Jóit. Jóit. Egyedül kellett volna idejönnem. Még egy pillantás, és benyomok egyet. Dupla árat kérek. Úgy nézem, megengedheti magának. Sandy! Hello! Boldog születésnapot, Joshua! Kösz! Gyere be! Bocsáss meg, de most nincs kedvem ünnepelni. Hello! Señor! Por favor! Ja, aranyos csajnak néz ki. Egyben kedves is. Szeded rendesen a gyógyszereidet? Ha, el nem felejtem. Ez az egyetlen mód, hogy elkerüld a Windman visszatértét. Igen, hogy ne gyorsan bolonduljak meg, hanem csak apránként. Ezek a bogyók segítenek, nem úgy, mint azok. Hány neved rossz néven, Sandy, de lehetetlen megértened, mind megyek keresztül. Senki se érti. Még te sem.
Tabletták ide vagy oda, hányan értük meg a 29-et? Épésszel. Senki sem. És hány gyertya van a tortámon? 29, de a gyógyszerek is fejlődnek, lehet, hogy te ha már... te is annyi ember fejében jártál volna, Sandy, mint én, te sem hinnél már a csodákban. Örülök, hogy idáig eljutottam. Bobby csak 26 volt. Ne veszítsd el a reményt. Az otthonbeli kutatások jelentős haladást értek el. Talán mindegy is. Egy hónappal előbb vagy utóbb, mindegy. Örülök, hogy látlak, Sandy, de nyilván nem azért jöttél el Uruguayig, hogy szedem-e a gyógyszert, vagy hogy mennyit iszom. Megint. Tudod, hogy milyen üldözési mániások? Állandóan aggódnak, hogy valamelyikőtök utánuk is kémkedik majd. Hiába ígértem meg nekik, hogy nem. Teljesen kétségbe vannak esve, hogy megjelent a színen ez az új látó. Nekem kellene segítenem, hogy kiderítsd, ki ez az ember. Van még valami más is személyes ok. A döntés. Hogy már most el akarod dönteni, pedig még birtokában vagy a képességeidnek. Mennem kell. Diaz vendégségbe hívott. Valamilyen oknál fogva a szegény ördög velem akar barátkozni. Tudod, ő az argentin pénzügyminiszter. Szeretné, ha csődbe vinném, mert mást nem ismer. De nem lehet. Ez szuper. Nemet kellett volna mondanom, amikor felkértek, hogy szervezzelek be, és mindig te kell lesz, vagy Kira. Csak ti ketten értitek a különböző szinteket. Amúgy elnézést, hogy neked kell csinálnod ezt az undok kormányzati melót, de a hazának pénz kell. Igazán nem kell mentegetőznöd, Sandy. Te mentettél meg. Joshua, Isten hozta. Örülök, hogy mégis eljött. A múlt éjjel nem volt alkalmam bemutatni a lányomat Annán. Anna? Bemutatom Joshua Lazarust. Rengeteg pénzt nyert el tőlem, de volt olyan udvarias, hogy szomorúnak látszott. Örvendek. Joshua, megint leesett a cukra? Valószínű, igen. Elnézést, Rolf, de kérhetnék egy pohár vizet és egy kis édességet? Hogyne. Ismerkedjenek össze. Te voltál az. Mi történik? Semmi baj. Szimpatikus vagy. Ez nem létezik. Azt hitted, te vagy az egyedülé. Ezt nem akarom. Menj innen. Jól van. Ne aggódj. Apámnak ne szólj egy szót se. Menj el! Nos, volt valami közös téma? Ne haragudjon, Rolf, de valahogy nem érzem jól magam. Inkább most mennék. Örülök, hogy találkoztunk, Anna. Én is örültem. Ez van azokról, akik a szobában voltak, és a szomszédos szobákból. Egyelőre semmi. És mi van az uruguayiakkal? Állítólag semmit sem tudnak. Persze nem kérdezhettük ki őket direktbe. Egy órán belül többet tudunk. Megint kezdem hallani a hangokat. Tudod kontrollálni? Egyelőre. Meddig tart ez még? A hangok újbóli megjelenése után általában egy hónapig normális maradsz, sajnálom. Nem kell. Van elég idő. Köszönöm, Sandy, az őszinteségedet. Tessék, ezek erősebbek. Kicsit segítenek majd, de vigyázz, rendszeresen szedjed.
Vissza kell mennem, Josh. Nos, most döntened kell. Kérlek, ne esd Bobby hibájába. Dönts helyettem. Komolyan. Mostanában jártál Bobinál? Nem. Nem megy. A cég ragaszkodik a folyamatos korlátozáshoz. A nyugtatók mellett is. Tudom. Csak semmi szentimentalizmus. Nem kell. Megígéred. Ha már túlságosan felerősödnek a hangok, gyere vissza az otthonba. Most majd kint maradsz? Mi sose megyünk be olyas valaki fejébe, aki nem akarja. Kivéve, ha normális. Ki az a mi? Akik képesek erre. Nem sokan. Tudod, amikor tegnap azt mondtam, hogy menj el, nem szó szerint gondoltam. Csak hogy menj ki a fejemből. Nem voltam rá felkészülve. És most igen. Most már jobb. Jobb. Elmosódott vagy. Azt hittem, így kell lennie, de te nem vagy az. Megcsinálom neked. Nem kell, engem nem zavar. Ne félj, egyszerű technika. Jól van. Jó, nézd le a lábadra. Koncentrálj rá. Látod rendesen? Élesen. Most nézz egyre feljebb, de tartsd a fókuszt. Sokkal jobb. Nyitnunk kellene egymásra, egyszerűbb lenne. Az mi? Ezt sokszor csináljuk. Lebontjuk a gátakat, és összeolvadunk a fejünkben. És mindent megtudunk a másikról. Mindent? Lehet, hogy utána nem szeretjük majd annyira a másikat, viszont jobban megértjük egymást. Mennem kell, találkozom van. Milyen van? Hát, van itt egy kis vodka nekem. Magának meg... hashajtó, meggyes ízben. A lánytól mit kapott? Nem sokat. Nem őt keressük? Nem hinném. Nem hinné. Ez nagy segítség. Hé, ha nem tetszik, ahogyan dolgozom, keressen mást.
Nagyon szép ez a hely itt. Olyan átlátható. Hozzám beszélsz? Nem emlékszem, hogy behívtalak. A sofőrrel beszélgettem, ő is telepatikus képességű. Nagyon érdekes. Egyébként a te kedvedért raktam rendbe, úgy láttam értékeled. A magam részéről Kandinsky megelőzi Mondriant. Rendnek kell lenni. Sandy azt tanítja, hogy kezeljük a káoszt. Ki az a Sandy? Sandytől tanultam mindent. Téged ki tanított? Hogy érted ezt? Ki tanított meg a képességeit használatára? Senki. Az nem lehet, nem szállhat szembe a hangokkal. Nem kell szembe szállni velük. Évekbe telt, mire rájöttem. Nem tudlak követni, jobban meg kell értenünk egymást. Nyissunk ki. Nem tudom. Majd segítek. És ha valami személyes, amiről nem akarod, hogy tudjak, emelj falat köré. Falat? Mondjuk nem akarod, hogy tudjak erről a székről. Emelj falat köré. Vagy egy ajtót. Vagy magát a Stonehenge-t. De ha eltolom, már látom a széket. Attól függ, mennyire erős. Amúgy nem fogom eltolni. Ha eltolod, nagyon dühös leszek. Ne aggódj, nem fogom. Pár másodperc is megérted. Végre visszajöttél. Kira? Csak nézem ezt a sok urugvái szappanoperát. Mit csinálsz te itt? Mondták, hogy valami problémád van. Kellett valaki, aki idősebb és okosabb nálad. Féltem, elveszted a fonalat, különben nemet mondtam volna. Élménykörúton jártam. De nem úgy látom, hogy baj lenne. Nem, még nincs baj. Jó. Lemaradtál a szülinapomról. Utólagosan is őszinte részvétem. Te is megérted a 29-et, mennyi volt az esély? Istennek tervei lehetnek. És? Hogy vagy? Látom, még iszol. És megduksz mindenkit, aki mozog. Bocs, ez nem volt fair. Mindenkit, aki elég csinos hozzá. Én, na, jól vagyok. Jól? Mi nem vagyunk jól. Volt már... Hogy valakivel furcsa érzés volt lemerülni? Nekem mindig az. Gusztustalan, kényelmetlen. Néha gyűlölöm. Furcsa? Nem, nem, nem akarod, hogy véget érjen. Ez beteges. Nem, ez erőteljes érzés volt. Féltem. Mindketten, azt hiszem. Mintha mi ketten egy személy lennénk. Mások és mégis azonosak. Érted, hogy mondom? Biztos, hogy jól vagy. Igen. Nem kedvelheted azt, akit kinyit, mert túl jól ismered. Legfeljebb elviselheted, ahogyan én téged. Jól van. Felejtsd el. Az ismeretlen látó? A neve Anna.
És Diaz lánya. Azt mondtad, hogy nem ő az. Hoppá. Na, szóval akkor tisztázzuk. Azt mondod, hogy élvezted, hogy megoszthatod vele a vacak kis titkaidat. Egy csomó mindent blokkoltunk, de nem baj, mert valahogy összeillünk. Csak egy módját tudom, hogy bebizonyítsam neked. Nem lehet. Ez a sok idegesítő sajátosságod, szerintem csak romlott a helyzet. Hé, ez nekem sem egy fáklyás menet. Neked meg ott van az az iskolás fétised. Hé, én veled soha, de soha. Tudom, na rajta, essünk túl ezen. Muszáj megértened engem. Nem megy. Oké? Félek, hogy megfertőzlek. Nézd, én is hallottam a hangokat. Rendben. Nem csinálom. Messzire jutottam, Josh. Oké. Menjünk el sétálni. Beszélgessünk. Ki az? Még nem tudom. Marhaság. Nagyon gyenge póker arca van Lazarus. Örül, ha csalni tud. Sok időt töltött itt a férfi mosdóban. Tudnom kell valamit? Először is nem megy vissza, mert túl kockázatos. Másodszor soha többé nem találkozik senkivel, aki abban a szobában járt. Sem ma, sem máskor. Ki tudom zárni őket. Én vagyok az, aki nem jelent veszélyt. Köszönöm a véleményét, Lazarus. Nincs kapcsolat. Nulla. Mi van Diazzal? Valaki majd intézi Diazt. Magának a látó az első. Beszélnünk kell. Tudom. Elnézést, hogy a múltkor elrohantam, csak mellbe vágott. Mindig ilyenek a merülések? Nem. Sohasem. Mert ez olyan, annyira... Ijesztő. Csodás volt. És ijesztő. Igen. Életemben nem éreztem még ilyen csodát. Tudom. Tudom, hogy tudod. Nem furcsa? Tudom. Tudom, hogy tudod. Nyissunk újra egymás felé. Kevesebb lesz a fal. Jól van. Még mindig lezársz egy csomó mindent. Egy kis titokzatosság sosem árt. Persze, hogy nem, de szeretnélek megismerni, amennyire csak lehet. Már így is ismersz. És tudom, hogy mit érzel irántam. Ennek nem lenne szabad megtörténnie köztünk. Ahogy gondolod. Meg ahogy én. Gondoltál arra, hogy milyen lenne megöregednünk? Nem. Ahogy azon sem, milyen lenne békának lenni, nem fordulhat elő. Hazudsz. Persze, hogy hazudok. Jézusom. Mi az? Semmi.
Ülj a legközelebbi asztalhoz. Tehetek még mást is, érted? Ha már kérded, igen. Nyúlj az étlap alá, semmi feltűnés. A kedvenc filmem. Tudom. Tudom, hogy tudod. És a jobboldali pasi nagyon hasonlít. Luisa nénédre. Igen. Nem lehet olyan ronda, amilyennek leírtad őt. Nagyon kedves tőled. De tényleg olyan. Köszönöm. Ez szuper. Meg akartam kérdezni, hogy lehettél ilyen etikátlan apámmal? Ez nem van rád. A hazám iránti kötelesség. A cég imád minket, olyanok vagyunk, mint a vezeték nélküli hálózat. Nem kell biztosíték sem. Komolyan kérdeztem, Joshua. Sandy azt tanította, hogy magasabb rendű célért dolgozunk. A fizetését más látók megsegítésére használja. Nem tetszik a kifejezés, hogy látó. Rémes szó. Ráadásul rémes dolgok igazolására mondod. Te mit szólnál, ha becsapnám az apádat? Már 20 éve nem is láttam az apámat. Amúgy vannak szabályok, amit betartunk. Nem. Csak azért csináljátok, hogy ne kelljen senkivel együtt éreznetek. Megtanultál mindenkit kizárni. De ha beengednél valakit, boldogabb lennél. Köszönöm. Az a sok önzés, a gyűlölködés mindenfelé, és előítéletek. Ez túl sok. De ott a másik oldal. A rózsa, ami a szerelme szívben nyílik. Engedd meg egyszer, hogy meglásd. Nézd meg a hátoldalát. Túl sok év együtt. Anna, valamit még el kell mondanom a Widmann-szindrómáról. Van még esélyed. Még csak 26 vagy. Még találhatnak valami gyógyszert, ami segít. Nem 26 vagyok. Bocsáss meg. Csak elhitettem veled. Na de merüléskor nem hazudhatsz. Hát, pedig megtettem. De hogy? Hány éves vagy? Most voltam 31. Az lehetetlen. Mennem kell. Csak most jöttem. Vigyázz! Ezek halálos mérgek. Peyotit. A látomásaimhoz használom. Nem hiszem, hogy az a hely alkalmas lenne. Nem sok idő marad a megvilágosodásra. Nem válogathatok. Mindenki másként kezeli. Van, aki értelmet keres benne. Van, aki megpróbálja annak a kevés időnek minden percét ki... Ha nem akarsz itt lenni... Josh, nem rejtegethetjük örökké. Bridger nem hülye. Nem vitathatnál meg belül? Harmincegy éves. Az lehetetlen. Azt mondja annyi. És jól van. Oké, megbízol benne? Ahogyan benned is bízom. Változtas helyszínt. Ez a vadromantikus környezet nagyon zavar. Válts te! Oké.
Nagyon vicces. Ez mindjárt más. Szeretkeztél tengerparton? Tudod, kivel beszélsz? Az itallal. Nem. Hogy csináltad? Jó, mi? Tanultam egy trükköt. Gondolatfoszlányokat küldök a másik látónak. Lehet, hogy ez a beleőrülünk ügy jó oldala. Kira. Jól vagyok. Ne gondolj erre. Csak a peyote. Ja. Így áll csak. És tartsd meg a gondolataidat. Mondtam, hogy oké. És most mi legyen? Belenézek pár dologba. Nincs sok időnk. Tudom. Tudom. Halló. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen. Szia, Josh. Őszinte részvétem. Hogyan? Megállt a szíve. Szívrohama volt? Azt nem tudják. Pildás családapa volt. Imádott leánya Anna, akit a tenyerén hordozott, végtelen tisztelettel volt iránta. Ritka manapság az ilyen szoros családi kötelék. A feleség... Nyitva volt az ajtó? Nem. Egy ablak vagy valami? Nem. Mit akarsz ezzel mondani? Nem akarok semmit sem mondani. Csak tudod, Kira eltűnt. Biztos utolérte a Widmann-szindróma. Különben is már nem bíznak bennem. Vissza akarnak küldeni New Yorkba. Ahogyan megbecsült tagja volt közösségünknek is, mindig készen állt, hogy önzetlenül, kérés nélkül, önfeláldozó. Akkor veled megyek. Figyelni fognak, mindig figyelnek, ha meglátnak minket együtt. Mi más tehetnék? Beléd szerettem. Megszoktam, hogy egyedül vagyok. Azt hittem, mindig így lesz. Megérdemlünk egy kis boldogságot. De nem maradt már sok időnk. Ha valahogyan együtt tudnánk maradni, érted? Együtt élni. We'll be right back.
Igen. Isten hazott. Mi történt? Megtalálták királyt. Nem messze innen. Összefüggéstelenül dadogott. Nincs tudatánál egyáltalán semmi. Kérdezték meg, hozta-e a döntést. És mondtam, hogy igen. Sose beszéltünk erről. Azt kérte, hogy szórjuk szét a hanvait. Úgyhogy ezt tett. Gyere, menjünk egy kicsit sétálni. Nagyon sajnálom. Most én jövök, Sandy. Lehetséges. Hamarosan. Csak hogy... nem állok készen. Akkor vedd be ezt. A cég legerősebb gyógyszere átmenetileg segíthet. De tudd, hogy egy hónap alatt oda a májad. Szeretnék még találkozni valakivel. Bobby. Hagyd csak. Zárva van. Senki nem mehet be, még én sem. Élete végéig ideben lesz. Teljesen egyedül. És semmit sem tehetek ellene. Mit tennél, ha tudnád, hogy van még 10 évünk? Vagy 20 évünk? Vagy 50? Az lehetetlen. Játsz velem. Mit tennél? Hát nem, nem tudom. Szeretnél családot? Nem tudom. Kezdenél valami hasznosat az életeddel? Hát talán... igen. És elvesztegetjük az időnket, pedig nincs sok belőle. Nos, egy módja van. Hallottad ezt? Nem. Mi volt ez? Kezdenek bejutni. Fókusz, koncentrálj a hangra. Tedd félre. Ez jó. Na,
Hallasz engem? Túl sokan vannak, túl sokan. Átjövök, jó? Ne! Nem esik bajom. Engedj. Tarts ki. Koncentrálj a hangra, tedd félre. Ez most nem válik be. Tedd félre. Nézd hátra. Beszélnünk kell. Ki vagy? Csak egy hang. Akarod szemtől szemtelni. Megkapod. Akarod, hogy levegyem a maszkot. Érted végre? Pontosan mit akarsz tőlem? Hamarosan elmész. Pár nap. Menekülj. Hogyan? A te dolgodra. Miért? Mert tudsz valamit, amit nem kéne. Most mennem kell. És el is higgyem, amit mondasz nekem. Csak azt mondom, amit már tudsz. Gondolj rá, mint a lelki ismeretedre. És vidd magaddal a lányt is. Ő is tudja. Mit számít ez, ha úgyis pár napon belül halott leszek? Több időd van, mint hinnéd. Szervusz, Abba. Én vagyok az Abba. Csodálom, hogy emlékszel rám. Emlékszem az arcodra. Mamáira is. 5 évvel azután halt meg, hogy elvittek. Tudom.
Azóta egyedül vagyok, majdnem 20 éve. Isten sok szenvedés mér még rám, mielőtt szólít. Azt mondták, hogy segítenek. Segítettek, meggyógyítottak. Istennek hála. Bocsáss meg, hogy nem jöttem korábban. Azt mondták, visszaesetek, ha... Tudom, aláírtuk a papírokat, hogy soha többet nem keresünk téged, annyira beteg voltál. Hiába őszum a secsei. Orosz szavakra is emlékszel? Csak néhányra. Mire emlékszel még? Ezekre a számokra is. Le akartam törölni a karodról. De nem ment. Menjünk valami csendes helyre abba. Jó. A két árnyékom. Segítség kellene. Megkapod. Tudom, hogy vannak itt olyanok, akik törvényen kívüliek. Mafiózónak tartod apádat, Józsua? Rajtam csak az apám segíthet. Menekülnöm kell, nincs útlevelem. Nem bízom senkiben. A kormány nem akar téged elengedni. Nem. És nem tudom, mi lesz azzal, aki segít nekem. És nem egyedül utaznál, gondolom. Nem. Szép lány. Na, zdarovje. Nos, ennyi. Jössz, sétál! Miért ne? Igen. Ellenőrizted, ugye? Igen. Nem a világ legkedvesebb pasija. Nem, de mellettünk áll. Kifelé. Miért? Ebben maradtunk. Gyerünk. Rendben, tiszta. Öltözzetek át. Bent.
Maradjatok itt. Megvagyunk. Van benne egy fickó. Elvisz minket a repülőhöz. Ő is tiszta. Jó. Befelé. Vagyok. Üdv a fedélzeten. Mindketten utaskísérők vagytok. Madridba repültök szolgálati út, világos? Igen. Jó. Minden el van intézve. Nyugodtan dőljetek hátra, és jó utazást. Te is veszed, amit én? Igen. De most nem tehetünk ellene semmit. Nézd meg, ki tudja még venni. Nem tudtam többet olvasni. Madridban fognak várni ránk. Igen. És mikor csapnak le ránk? Majd, ha kifizettem Alexet, előbb nem. Lehet, hogy ez az utolsó éjszakánk. Tudom. Tudom, hogy tudod. Merüljünk le egyszerre. Blokk nélkül. Tudod, hogy a mieink miért nem bíznak senkiben? Nincs rá szükség. A tudás nem bizalom. Akkor ne merüljünk. Igen, de van abban valami csoda, hogy találgatnod kell. Határozottam.
Bár közelebb lehetnénk, nem tudok mindent elcsípni. Itt vannak, efelől kétségem sincs. Tartozol nekem valamivel. Mostantól magatok vagytok. Sok szerencsét. Jaj, de nem bírom. Bolondok. 5 percen belül halottak vagy. Jó lenne, ha befognál. Micsoda két hülye. A csajt elkapnám. Kár, hogy a rossz pasival... Pofa be! Mi történt? Lehet, hogy hall engem. Ez lehetetlen. Alex, hallasz engem? Nem hiszem, hogy hall téged. Talán nem, de az előbb kifejezetten elértem hozzá. Na lássuk, csak reagál-e. Alex, menj az ajtóhoz! Azt hiszem, magatokra hagylak, galambocskáim. Mással próbáld. Alex, kösd be a cipőt. Valami erősebbel. Alex, vágd magad pofán. Na, szuggeszió ereje. De ennek is van határa. Jobb, ha nem szállunk együtt a buszra. Várjátok meg a következőt. Megvannak. Ketten errefelé jönnek. Téged mindenáron élve kell elkapniuk. Engem élve vagy halva. Ki kell jutnunk innen. Ha elválasztanak egymástól, tudod, hogy hol találkozunk. Belenéztél. Ellenőrizted, a gép üres. Menj a következőhöz. Már belenéztél, a gép üres. Mondd meg a másik ügynöknek, hogy a gép üres. Hé, azt már néztem. A lány hol van? A lány? Hát... Azon a gépen, ami most szállt fel. Elvesztettük. Ne is próbálj felállni, Lazarus. Hello, Lazarus. Túlságosan is magánál van, nem tetszik? Fantasztikus, hogy milyen jól tudnak beszélni ezektől a gyógyszerektől. Még félkómás állapotban is. Ha beadja... Sokkal öntudatosabb, ha magánál van, és persze kevésbé akar együttműködni. Rajtam. Szép álmokat, Lazarus. És te hoztad New Yorkban, Lazarus, és kösz, hogy megosztotta velünk a terveit. Gratulálok munkának. Sosem hittem volna, hogy ott kell keresnem magukat. Beszélni akarok Sandyvel. Ez már nem Sandy dolga. Na jó, menjünk, ne féljen, már nincs szükség magára. Hajtson a túlsó oldalra, ott találkozunk. Gyere. A szatellit követi, pont ahogy vártuk. Felvesz, ha a közelébe érünk, úgyhogy siessünk. Minden rendben. Vigye vissza. Először is üsse ki.
Magadnak add be. Magadnak add be. Most rajta. Bridger azt mondta, add be magadnak. Mennünk kell, nem tudom őket visszatartani. Kira. Én vagyok. Gyere már. Hol van? Későn jöttem, bocsáss meg. Hol van? Elment, visszavitték haza. Gyere, van egy biztonságos helyem, gyere már. Próbálod megtalálni? Igen. Nincs itt semmi. Azért, mert nem éred el, nem biztos, hogy nincs itt. Megszegtem a szabályt. Követtem az egyik ügynököt. Nincs Widmann-szindróma. Na és mitől leszünk betegek? A bogyóktól. Azok nélkül a képességeink javulnának. Aztán utána meredtek. De megszöktem. Van állásom, éjszakai portás vagyok. Biztonságos hely. Nem akartam, hogy megtudd, hogy élek. Mindkettőnknek biztonságosabb volt. Azt akartam, hogy lelépj Anával. Közben a cég elmondta Sandynek, hogy meghaltam. Reméltem, hogy át tudlak vinni titeket New Yorkba, és közel voltam, amikor elkapták. De nem tudtam megmondani, ki hol van. Valaki lefette az egész környéket. Az lehetetlen. Neked, meg nekem. De neki talán nem. 2 évvel idősebb nálam. Ki tudja, mi mindent tud. Mire a blokk eltűnt, Anna se volt itt. Még ha meg is van hozzá az ereje, miért zárt volna ki engem? Talán az egészet a cég tervelte ki. Anna nem dolgozik a cégnek. Nézd, sosem merült le veled egészen, igaz? Mert nem ismerek minden apró részletet, nem jelenti, hogy nem is ismerem. Világos, ismerem őt teljesen. Akkor mondd meg, miért vitték vissza az otthonba? Ahelyett, hogy kinyírták volna. Ezt te honnan tudod? Belenéztem egy ügynökbe, az egész otthon le van zárva. Még Sandyt se engedik ki. Majd én kihozom onnan. Mit akarsz csinálni? Hogy jut be a biztonságiak mellett? Fogalmam sincs. De ha nem is Annáról lenne szó, valamit tennem kell. Gyilkolják az embereinket, ez nem érdekel? Hogy ne érdekelne? És mit akarsz tenni? Nem tudom, Josh, van valami ötleted? Ki akarod hozni Bridgert? Háborút hirdetsz a cég ellen, vagy megdöntöd a kormányt, amíg bent vagyunk? Mindig te voltál a nővérkém, te. Szóval, ha valaki, te tudod, mit lehet tenni. Ez nekem sem könnyű. Nem tudom, mi történt veled. Elmondom, hogy mi történt velem. Néhány hónapja még nem volt jövőm. Most pedig van. Az állatkertben. Hé, ez egy élet. Thank you.
Segíthetek, uram? Stevens vagyok, a belügytől. Maga biztosan Butler. Szóltak, hogy jövök? Nem, uram, nem szóltak. Semmit. Segfejek. Magára Alexandriában van szükség. Valamit csinált, amitől valaki kibukott. Tudja, mi lehetett az? Nem tudom. Elképzelésem sincs. Nem tudhat semmit arról a Vegas ügyről, arról nem. Valamit mondtak Las Vegasról, így sem ismerős. Jó, se baj, majd én vigasztalgatom a következő váltásig. Jó, jó, de nekem... Azt hiszem, jobb, ha indulok Alexandriába, igaz? Kellene a mai hozzáférési kód. Jó, rendben. Nyugi, öregem, csak nyugalom, minden rendben lesz. Mi a mai jelszó? Uram, kellene a kód? Jó, egy perc. Uram! Igen? Valami gond van. Nem kellene hívni a főhadiszállást. Adj neki egy kis időt, és nézz a képernyőre. Black Sand és Papi. Uram, mondja a kódot. Black Sand és Papi. Papi. A magáé. Köszönöm, Butler. Sok szerencsét. Kösz. Igen, Stevens az első kaputól. Kérdeznem kell valamit. Rendben, köszönöm. Mit tehetek magáért, Stevens? Hát, az a helyzet, hogy tudja, elég új vagyok a szakmában, és csak szeretném tudni, hogy ezek a gyerekek, szóval... Na, maga már jó ideje itt van, igaz? Hogy hát mi folyik itt? Chrissy, ez a neved, igaz? Igen. Mit keresel a fejemben? Figyelj, egy szívességre szeretnélek kérni. A kapun kívül vagyok. Kint vagy? Ki vagy te? Jó barát. Mondja, ezek veszélyesek, és tudjuk egyáltalán, hogy mi bajuk? Nem kellene egy gázmaszk, vagy valami? Lehet, hogy Irakban is nagyobb biztonságban voltam, mint itt. Isten az égben. Te Joshua Lazarus vagy. Nem hiszem el, hogy tényleg te vagy. Mit tudsz te én rólam? Hogy eltűntél egy bevetésen. Nem nyilvánítottak halottá. A srácok szerint életben vagy, és nem is vagy már beteg. Igaz ez, Josh? Jobban vagy már? Figyelj, Chrissy, most nem érek rá. Segítesz, hogy kijussak? Nem a paranójára gondolok, vagy figyelj, valami. Stevens, maga ne foglalkozzon ezekkel. Nem a maga problémája. Én már itt vagyok körülbelül 7 éve. Hívok segítséget. A telefon bedöglött. Most mi legyen? Nem tudunk mit tenni. Határozottan tilos bemennünk. Nyisd ki a kaput. Menj be. Be kellene mennünk. Szegény bármikor meghalhat. Nem lehet. Menj be. Nem helyes, hogy csak állunk és nézzük, ahogy haldoklik. Be kell mennünk oda. Menj be. Maradjon vele. Hozok segítséget. Ne, uram, maradjon velem, kérem. Figyelj. Ez a kedves bácsi itt marad veled, jó? Egy perc, és én is nem, itt vagyok. Nem, maga maradjon. Menjen ő. Hallotta? Menjen. Menjen már! Anna! Anna, itt vagy? Igen.
adja már, adja fel. Gyere át a halba, Sandy. Mondd, hogy a mosdóba kell menned. Gyere ki hozzám. A világ minden kincsért se tennék ilyet, amikor pontnyerésben vagyok. Gyere be a szobába, Joshua. Most. Hát, jó napot, Lazarus. Igaza volt, Sandy? Uh-huh. Hogyhogy? Úgy értem, mióta? Egész életemben, ahogyan te is. Beszélgessenek már rendesen. Várjon, először elmagyarázom neki. Így gyorsabb. Fontos, hogy tud, miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek. Miért ölsz meg minket? Most megnyílok előtted, és akkor mindent tudni fogsz. Ne. Tessék. Hadd mutassam meg. Készíthetsz kezdetleges háttereket. Én városokat is. Emberekkel, és irányítom őket. Dobd a földre a tárcát! Ez nem igazi. Elég reális. Rúgj bele! Lehet, hogy a valóságban nincsenek, de idebent léteznek. És ez csak egy kis része. Az új képességek csak később fejlődnek ki, 29, 30 évesen, és egyre erősödnek. El sem képzeled, miket tudok. Megijesztettelek? Igen. Képzeld el, a hétköznapi ember hogy reagálna? Egy hatalmas látó még elbújhat, de ha többen lennénk, üldöznének minket. Már így is van, aki azt gondolja, hogy túl nagy biztonsági kockázatot jelentünk. Bridger tudja. Nem. Azt hiszi, nekem is csak addig terjed a tudásom, mint nektek, de már ettől is fél. Az egyetlen, amivel meggyőztük a céget, az volt, hogy a látók néhány évig hasznosak lehetnek, pár évig megbízhatóak maradnak. Azt hiszik, ezzel féken tartanak minket. Bridger pontosan azt teszi, amit akarok, de nem tudatosul benne soha. És ez felsőbb körökben is így megy. A legrosszabb rész persze látni a gyermekeimet meghalni. De ez szükséges. És néhány jó év, a semminél csak jobb. Ezért a cég számára kitaláltam a Widmann-szindrómát. Ez lehetővé tette, hogy méltóság teljesen fejezhessétek be az életeteket. Értem. Jó, mert akkor azt is érted, hogy most mi jön. Rendben, Margot, készen áll. Van egy ajánlatunk. Vegye át az otthont. Ugyanaz lesz a feladata, mint Sandynek volt. És persze jelentéseket tesz nekem, ahogyan ő is. Valami magyarázat kellene. Miért nem vagyok őrült? Egy anomália. Minden betegségnél van egy-egy kivétel. Még reményt is ad a látóknak. És ha nemet mondok? Azt nem javasolnám. Most pedig bemegyek a fejedbe, és ellenőrzöm, hogy elfogadod-e feltétel nélkül a megállapodásunkat. És van itt valaki, aki segíthet ebben? Vállald el, ez helyes döntés. Helyes döntés? Segíthetünk másoknak. Mi többet kérhetnénk. Ha meghalunk, az nem megoldás. Nem csak téged ölnek, meg engem is. Tudom. Mondom, tudom. Akkor mondj igent Sandynek. Mondd, hogy együtt vállaljuk. Rendben. Vállalom. Egy feltétellel.
bejelentjük, hogy gyógyítható a Widman. Tudod, hogy az nem lehet. Még arra sem vagy képes, hogy megölj minket. Azzal biztatgatod magad, hogy ránk van bízva a döntés. Ha te nem vállalod, másra bízzák. Mi várna a mieinkre? Ez rettenetes lenne. Hogy mersz ilyet mondani? Elég. Sandy, hagyd abba. Ha valaha szerettél valakit, tudod, hogy ez nem működik. Ez nem változtat az igazságon, Joshua. Megmentettél néhány embert, nincs jogod másokat megölni. Inkább beállunk a hétköznapiak közé. Gondold át, Joshua. Vagy meghaltok egy perc múlva. Annyi se kell. Alaposan meg kell fontolni, amit tesz Bridger. Ja Istenem! Elmondjuk a srácoknak, hogy mi vár rájuk, és soha egyikük sem... Azonnal meg kell egy... Pofa be, Sandy! Ez hatalmas probléma. Az ajánlat rugalmas. Ismeri a feltételeimet. A gyerekek találkoznak Kirával. Tudja, milyen hatással lesz rájuk. Jó. Nem gondolhatod, hogy megengedem, hogy ez megtörténjen? Nem látod, milyen következménye lesz ennek ránk nézve? A látókat kiképezzük, de nem élünk vissza a hatalommal. Ne légy ilyen naív. Akinek hatalma van, az használja. Hadd tegyek még egy szívességet. Ne hajj meg egyedül. Ne. Viszlát, bár lenne más módja. Josh! Josh! Most már igazán... Menj innen, Kira! Kira! Veled később számolok. Nem győzheted le mindet. Nyissunk mind egyszerre! Nem volt igazad, semmiben. Ezt én? Maga tette. Sandy öngyilkos lett, nem? Attól függ. Ha soha nem látom magát, akkor öngyilkos lett. Ne. Tegye le a fegyvert. Áll még az alkunk. Igen. Hát itt vagy. Itt vagyok. Magyar hangok. Zámbori Soma, Kisvirág, Pálfai Péter, Molnár Zsuzsa, Molnár Ilona, Herman Lilla, Bartók László, Szabó Endre.
Magyar szöveg Bán Szilvia, hangmérnök és vágó Gáti Péter, gyártásvezető Pesti András, szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SBI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készül. Produkciós vezető Legény Judit.